Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez egy újabb Mono podcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zaja, illetve a Waze-nek a dumái beleszűrődhetnek az adásba. És akkor nyúljunk bele egy kicsit a darásfészekbe. Beszéljünk a tervezői művezetés szükségességéről. Annál is inkább aktuális a dolog, mert nem olyan régen voltam egy héten négy új építésű épületet megnézni, ebből kettőt rendben találtam, kettőnél viszont nagyon-nagyon súlyos problémák jöttek elő. Az egyik épület az szerkezetkész volt, aki nem tudja, az újházas háznézések azok úgy történnek, hogy én szeretem előre elkérni a hirdetésen kívül a építési dokumentációt, minimum alaprajzot, rétegrendeket, metszeteket és műszaki leírásokat, ugyanis ez alapján már tudom előszűrni az egészet, hogy érdemes-e kimenni, meg hogy mit kell egyáltalán ellenőrizni, mit kell nézni. Nagyon-nagyon sok esetben előfordul az, hogy már a dokumentációban ellentmondások vannak, tehát a statikában más van leírva, mint az építészműszaki leírásban, ehhez képest más szerepel a metszeteken, energetikai téren nagyon-nagyon sok eltérés szokott lenni, tehát az energetikai számítás az teljesen más rétegrendeket tartalmaz, mint a építész rétegrendek, stb. Stb. Ki kellett mennem, vidéki kisváros, gyönyörű, panorámás, telken épülő épület, ami egyből szembe tűnt, hogy a padlóban a szokásos spórolós 5 centi hőszigetelés fog csak elférni, ugyanis a métervonal alapján 112-113 centink volt a szerelőbetonig, az bizony azt jelenti, hogy 5 centi aljzat hőszigetelés fog csak lenni, 10 centi a jogszabályi minimum, dokumentációban 12 szerepelt egyébként. Ami plusz poén az egészben, hogy a bejárati ajtót azt berakták úgy, hogy 7-es centi az összrétegrendi vastagságunk, magyarul mintha csak egy aljzatbeton lenne az egészen semmiféle szigeteléssel. Legyünk jó szándékúak, és mondjuk azt, hogy a métervonalban jó helyen, és a bejárati ajtót majd kiszedik, és hát leszedik róla a felülvilágítót, és feljebb emelik. Értelemszerűen a rosszabbik megoldás az az, hogyha ez így marad, leszarják a hőszigetelést, és akkor kap 7 centi aljzatot, aztán kész. Ami durvább volt, hogy ez egy fafödémes épület. Mondanom sem kell, hogy a fafödémgerendáknak köze nincs a statikában leírt keresztmetszeti méretekhez. Pluszban a tetőszerkezetet azt nem függesztett fogópárosra csinálták meg, hanem derékszelemenesre. Ebből következően erre a egyébként is alulméretezett födém gerendákra szépen rátámasztották az egész tetőt, székoszlopostól, mindenestől. Úgyhogy így, hogy üres még a födém, tehát nincsen rajta hőszigetelés, vagy benne hőszigetelés a gerendák között, nincsen alulról gipszkartonozva, így meg van hajolva az 5 méteres fesztávon 6 centit a födém gerenda az épület kellős közepén. És nem csak egy, sok. Ez az egyik. Másik az az, hogy van az épület közepén, a középfőfalban egy nagyobb nyílás, egy 50-es, egy 80-as, mindegy is igazából, ami fölé oda támaszkodnak a födémgerendák, természetesen nem elem magas áthidalóval lett elkészítve ez a szabad nyílás, hanem sima A12-essel. Szemmel látszik, hogy gyönyörűen be van hajolva az áthidaló. Belül már megvoltak a válaszfalak itongból, kerámi áthidalóval, húzalozás nélkül, tehát ez a szokásos magyar minőség. Két durva dolog volt, az egyik az az, hogy sehol nem volt az épületben vízszigetelés a padlónál, tehát a főfalak alá berakták, azt is úgy, hogy 2 centit lóg ki a bitumenes vízszigetelés, tehát ahhoz hozzá toldani úgy a felületi vízszigetelést, hogy az jó is legyen, hát nehézkes. De ami fontosabb, vagy ami meredekebb, hogy a válaszfalak azok simán a csupasz nyers betonon rajta vannak, tehát vízszigetelés nem lesz az épületben. A másik az az, hogy a válaszfalakat csak addig falaszták fel, hogy a mennyezetet azt telibe lehessen tolni az egész főfaltól főfalig tartó szakaszon, ami azt jelenti, hogy a egyben lévő, tehát nem helységenkénti gipszkartonozás, az helységről helységre dobként fogja átvinni a hangot, mert nem lesz hangátlás így a helységek között. Ugyanis ahhoz, hogy a helységek
között legyen legalább az a minimális hangátlás, ahhoz a válaszfalaknak följebb kéne mennie a álmennyezetnél, tehát meg kéne szakítani, és helységenként külön gipszkarton álmennyezet kell. A másik épület az egy háromlakásos sorház, különböző készültségi fokokban, pergolával összekötve a három épületet, mondhatjuk, hogy tekinthetjük ilyen mini családi házaknak is, mini telekkel. Megnéztük a középsőt, itt már ajzatbeton is volt, padlófűtéssel, nyílászárok is benn voltak, stb. Végignéztem az épületet, már amikor megálltunk a ház előtt, én már láttam, hogy itt is 5 centi hőszigetés lesz a padlóba, igazam is lett, mondom még egyszer, 10 centi jogszabály minimum, ennél a háznál 10 centi szerepelt egyébként a dokumentációban. Nagyon sok kis apróság volt még az épületben, ami szembe ötlött, de összességében azt mondtam, hogy talán kompromisszumokkal egyefene. És a legvégén szóltam a fiatalembernek, hogy mondja már félre a kivitelezőt valami álkérdéssel. Én addig megnézném a fürdőszobába a zuhanyzót, ugyanis a zuhanyzót azt az ajzatbetonból kirekesztették, tehát egy hungarocell darab volt oda berakva, hogy azt nem betonozzák ki most, mert amikor a folyókát berakja majd a burkoló, beállítja, akkor szokták ezt utólag betonozni, ez teljesen elfogadott. Csak kíváncsi voltam, hogy nekem, ahogy ránézésre tudom, hogy 5 centi hőszigetés van a padlóba, az ott megnézhető, és hogy tényleg annyi, spoiler, annyi volt. De ami nagyon durva, hogy basszus, nem találtam vízszigetelést, a padló alatti vízszigetelést. Itt már azért felszaladt a szemöldököm, 90 milliós épületről beszélünk, Budapest egyik nívósabb kerületében, és említettem az előbb, hogy különböző készültségi fokokban voltak a három sorházi lakórész, vagy lakás. És a legelsőbe bekukkantottam, ott még nem volt meg az ajzatbeton, meg a ajzathőszigetelés, meg a padlófűtés sem. És hát azt láttam, hogy a gépész, meg a villanyszerelő az már szépen lerakta a csupasz nyers betonra, tehát a szerelő betonra lerakta a gépészeti csövezéseket. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy nem lesz padlón vízszigetelés. Ugyanis az egy általában egy bitumenes vízszigetelés szokott lenni, amit egy kellősített felületre melegítéssel ráolvasztanak. Mondanom sem kell, hogy ha ott van a gépészeti csövezés meg a villanycsövek, hát arra már nem fogsz bitumennel ráolvasztani egy disznópörzsölővel, mert semminek nem tesz jót. Ennél az épületnél ez a hiányzó bitumenes vízszigetelés, ez mondjuk 80 négyzetméter, ami anyagban 100 ezer forint, tehát a kivitelező megsporolt 100 ezeret, ha ez a talajnedvesség szigetelés hiánya problémát okoz, már pedig fog, mindjárt elmondom, hogy hogyan, akkor ennek a helyrehozatala, mivel mindent bontani kell, az körülbelül egy 5 milliós tétel. Kivitelező szerencséjére, vagy hát ő ezt szerintem ezzel tisztában van, ha ezzel probléma lesz, az 5-8 év múlva jelentkezik. A talajpára, talajnedvesség még egy kiemelt épületnél is mindig jelen van. Szépen kapillárisan felszívódik a feltöltött lábazatba, a szerelőbetont átnedvesíti, és pont ezért van szükség a bitumenes vízszigetelésre, hogy onnan tovább ne tudjon menni. Innen szépen, ha nincsen bitumenes vízszigetelés, a lépésálló hőszigetelés, hungarocell, az kismértékben netszívó, és felveszi ezt a talajpárát, megszívja magát, mint egy szivacs, és ezzel a szivacs hatással gyakorlatilag pumpálja tovább. A kivitelezőnek az volt a reakciója erre az egészre. Egyik az, hogy döngette a mellét, hogy ő 25 éve kivitelez, úgyhogy ne pofázzak. Tipikus magyar hozzáállás. A másik pedig az, hogy hát ott van a hungarocell, meg ott van a fólia, azok elegek. Eleve a fólia az nem egy deklarált párazáró fólia, meg nem vízszigetelés, az egy PL fólia, ami arra van, hogy amikor csinálják az ajzatbetont, akkor a betonnak a leve az ne szivárogjon lejjebb a hungarocellbe. Ha metszetileg nézzük ezt a dolgot, tételezzük fel, hogy ez a fólia egy darabig visszafogja a átnevezett hungarocellnek a nedvességét, viszont képzeljétek el keresztmetszetben, hogy ez a hőszigetelés, ha ez átnedvesedik, ez már oldalt a falakkal érintkezik, mert hogy a
fal alatt van vízszigetelésünk, tehát ez a hungarocell ez oldalról fogja átnedvesíteni a falat, ami szépen megy utána fölfelé, és azt fogjuk látni, hogy a falak alján pereg a vakolat, sókicsapódás van, penészedés van. Nézzük a rosszabbik verziót, amikor a fólia nem fogja fel ezt a nedvességet, akkor átnedvesedik a zajzatbeton is. Ebben, ahogy említettem, padlófűtés van. Ahogy be van durrantva a padlófűtés, az valamilyen szinten ezt a benne lévő nedvességet vízgőzzé, vízpárává alakítja, ami nagyon szépen a ragasztott burkolatot föl fogja nyomni a laminát parkettával, a parkettával értelemszerűen tönkre fog menni. És mondom, ez 5-8 év, rengeteg helyen, újjaépítésű házaknál, régiépítésű házaknál ezt látom és ki tudom mérni egy idő után. Ebben az állapotában egy új háznál hiába mérek rá a falakra és a padlóra, mert az építési technológiai nedvesség ezekben még benne van, tehát hiába mérek nagyon magas nedvességtartalmat, az még lehet az aljzatnak is a nedvessége, amit az építéskor vittek bele. Tehát nem releváns az, hogyha én mérek egy extrém nedvességtartalmat ilyenkor. De pár év múlva, ha mérem, már pedig szoktam mérni, mert szoktam ilyen házakkal találkozni, akkor bizony ez előjön. Na és akkor térjünk rá a podcastnek a témájára. Volt egy időszak az egyszerű bejelentésnél, amikor kötelező volt a tervező művezetés, 6 alkalom, nagyon-nagyon prüszköltek rá a tervező kollégák, mert úristen ki kell mozdulnia az íróasztal mellől, de oké, ne legyek rossz indulatú, meg tudtam őket érteni részben, ugyanis ha te kimész tervezői művezetni, és be kellett írni az e-naplóba, hogy ekkor és ekkor kim voltál, és ezeket a hibákat felsoroltad, vagy beírtad a naplóba, akkor te voltál a vérgeti, aki kibaszik a megrendelővel is, meg a kivitelezővel is. Mert hogy akkor ezt ki kell javítani. És bármennyire is jogos volt az észrevételet, higgyétek el, hogy nagyon sok ilyennel találkoztam, ahol a megrendelő vagy be volt szorulva azáltal, hogy a finanszírozást azt bankkal csinálta meg egyebeket, tehát nem tudta kibaszni a kivitelezőt, bármilyen szarmunkát végzett, vagy pedig a kivitelező lazájukat beszélt a hasába, hogy neki egy építész nem magyarázom, mert ő 25 éve kivitelez, jó ez így. Szóval mind a két eset előfordul. Mi van akkor, hogyha az építész hallgatott ezekről a hibákról, akkor viszont teljesen jogosan előveheti 5 év múlva, 8 év múlva a megrendelő, hogy öreg, kint voltál tervezői művezetni ebben a fázisban, észre kellett volna venned, nem észrevételezted ezt a hibát, te vagy a felelős érte. És teljesen jogosan lehetne a picsáját ketté rúgni az építésznek. Addig-addig sírtak az építész kollégák a kamaránál, hogy nekik ez így nem jó, most tényleg tekintsünk el attól, hogy jogos vagy nem jogos, szerintem kurvára nem jogos a síralmuk, hogy a kamara meg kiárta a kormánynál, hogy hát ezt a kötelező tervezői művezetést szüntessék már meg. Megszűnt. Nincs ilyen. Tehát innentől kezdve, érdekes módon egyébként a statikusnak élete végéig szóló tervezői felelőssége van a tartószerkezeti hibákra. Az megint egy másik dolog, hogy mivel ő sem jár ki az építkezésre, ezért nem lehet azt, vagy nem tudja azt mondani, hogy az a koszorú ezzel a vasalással biztosan úgy készült el, mert nem látta beöntés előtt a vasszerelést meg hasonlók. De neki akkor is, tehát ha ráomlik a ház a megrendelőre, vagy bármiféle statikai süllyedési probléma van, akkor azt kell kivizsgálni, hogy a statikai terv annak idején megfelelően készült-e, tehát megfelelő méretezéssel, és ahhoz képest, hogy épült a ház. Mivel nincsen tervezői művezetés, nem jár ki a statikus, nincsen benaplózva, ezért ha nem a tervek szerint készült, akkor a statikus gyakorlatilag mentesült az egész felelősség alól. Ez jól is van így egyébként. Ami miatt ez az egész dolog nekem bassza a csőrömet, az az, hogy én láttam ezt a két említett házat, sehová nem tudok fordulni, hogy kvázi besúgóként bejelentsem, hogy ez a kivitelező milyen munkát végez, és az az épület 90 millióért, az mekkora egy kalap szar. És hogy mennyire nem felel meg egyébként a terveknek, meg a jogszabályoknak, mert 5 centi hőszigetelés lesz csak benne.
Egyrésztről nem is vagyok ilyen spiszli, tehát félreértés ne essék, nem jelenteném be. Másrésztről megbaszott sok ellenséget szerzek egy-egy ilyen eset során. Pont most mérgezték meg a kutyánkat, és ezt nagyon komolyan mondom. Tehát nincs olyan, hogy előtte 11:30-kor a kamerán azt látom, hogy a kutya vígan fekszik a kanapén és alszik, reggel 7-kor már epét hány, elviszem az orvoshoz, és 42 fokos láza van, elviszem az orvoshoz, és epébe, vesébe, húgyhólyagba, ismeretlen eredetű lerakódás, lép meg nagyobbodás, 42 fokos láz, mondom, 5-6 óra, 7 óra elteltével, tehát ilyen nincs. És úgy, hogy a másik kutyával ugyanazt a kaját ette aznap este, megfelezve, és annak a kutyának nem volt semmi baja. 99,9%-ra biztos vagyok benne, hogy valamelyik rohadt retkes buzi megmérgezte a kutyát. Sajnos már 8 évvel ezelőtt volt egy hasonló esetünk, ott a másik kutyát mérgezték meg. Nagyon nehezen jött helyre szerencsétlen, gyomra az élete végéig nagyon kényes volt, mert egyszerűen szétcseszte a méreg. Ez a kutya úgy tűnik egyébként, hogy teljesen helyre jött, de jó pár napig hordtam infúzióra, ahhoz, hogy felépüljön. Ezen kívül kapom a fenyegető telefonokat, SMS-eket, e-maileket, az már csak haba tortán, meg már meg is fenyegettek pacekba személyesen is, pont ilyen kivitelezők. Mindegy, szóval nem egy életbiztosítás ez a szakma, vagy hát ez azért hülyeségként hangzik, mert mintha egy drogkartellel küzdenék, annyira azért nem súlyos a helyzet, de tény az, hogy szemét mocskos maffia módszerekkel zajlik az egész építőipar Magyarországon. Nekem már, ezt is már sokszor elmeséltem, nekem nagyon sokszor megígérték Érden és környékén, hogy ha meglátják zöldrendszámos passzátomat, szó nélkül bebasszák a szélvédőt. Mert annyi embernek tettem már ott keresztbe. Nektek üzenem, hogy nem fogom abba hagyni. Nincs olyan, hogy nem félek, mert volt olyan, amikor szemtől szembe megfenyegettek, és majd összeszartam magam. Mert nem vagyok egy kigyúrt alkat, nem vagyok verekedő sem egyébként, tehát kapok egy füles, aztán elfekszek, mint egy zsák. Ennyi. De nem merik ezt megcsinálni, egyrésztről, mert kurva nagy a pofám, és én azt szoktam mondani, ha engem halálra rugdalnak, én még az utolsó leheletelemmel akkor is be fogok szólni neki. Velem nem mernek fizikálisan mit kezdeni, valamelyik rohadt köcsög megmérgezte a kutyát. Hát gratulálok, bazd meg. Az biztos egyébként, hogy ha tudnám, hogy ki volt az, akkor feljelentést nem feltétlenül tennék, mert saját magammal baszott ki, tehát több időm elmegy a rendőrségre mászkálása, meg mindennel, mint amennyit hoz az egész. De abban biztos lehet az illető, hogy közösségi médiába ki fogom tenni az összes elérhetőségét, és szétszedem. És nem érdekel, hogy beperel rágalmazásért, meg mindenért, de akkor is ezt meg fogom tenni, ha kiderítem, hogy ki volt az. Nem fogom egyébként, mert 8 évvel ezelőtt sem derült ki. Vannak sejtéseim, a 8 évvel ezelőtti esetre szinte biztosan, de mindegy, lényegtelen. A lényeg az az, hogy ezekkel szemben, tehát az ilyen kivitelezőkkel szemben, én megértem a kollégákat, hogy nem egyszerű a érdekérvényesítés és a szabályok betartatása. Félre lehet vonulni, meg be lehet csukni szemünket, fülünket, mondván, hogy a terve rajta volt, a kivitelező nem csinálta meg, de nincsen kötelező művezetés, nincsen kötelező ellenőrzés, illetve hát egyébként van, mert a kivitelezőnek a felelős műszaki vezetője az ugyanúgy felel ezekért a dolgokért, de az egy ilyen kicsit megfoghatatlan, kicsit behajthatatlanabb dolog. Itt arra lenne szükség, hogy legyen egy olyan felügyeleti igény a megrendelők részéről és a jogszabályi oldalról, amit nem lehet kivédeni, és kurva nagy felelősséget róljon rá az építészre. Nem másra, az építészre. Mert az, hogy hiányzik a vízszigetelés, meg tartószerkezetek nem az épül meg, mint ami ki volt írva, ezek ellenőrzése igenis egy építésznek a felelőssége. Vagy akkor legyen kötelező egy műszaki ellenőr az építkezésre, csak itt már átléptünk egy milliós határt pluszba, amennyire meg kell fizetned egy ellenőrt. De az a lényeg, hogy ne egy KFT, ne egy BT, ne egy egyéni vállalkozó feleljen az építkezésért, mert ő a használatbevételi után be fogja csukni a picsába a cégét, és eltűnik.
onnantól kezdve aztán ezzel a említett 5 milliós kárral elmehetsz a búbánatos fenébe, mert nem tudsz vele mit kezdeni. De ha van egy olyan felelőse a dolgoknak, mint például a statikánál, hogy élete végéig felel a papíron lévő dolgokra, de ezt kiterjesztenék a valós építkezésre is, naplózni kellene ezeket a dolgokat, akkor megvan a felelőse, és az építésznek is azt mondanák, hogy öreg, 10 évig, 20 évig, korábban egyébként felelős műszaki vezetőnek például 10 évig volt ilyesmikre felelőssége, ami már azért azt a sávot betakarja, hogyha probléma van, az elő fog jönni. Akkor egy kicsit jobban megfogható lenne ez a dolog. Azért nem értem az egészet, mert én, tehát nekem nagyon sok felkérésem jön az ilyen kivitelezőktől, hogy hát rajzoljak már nekik házat, tervezzek. És megmondom nekik, hogy nem. Egyrésztről nem vagyok egy szalaggyári munkás, aki megtervezi legolcsóbb szarokból, meg mindenből. Másrésztről ne az én nevemmel áruljon egy olyan házat, ami aztán utána szar lesz. Harmadrészről pedig olyan kompromisszumokat kell kötni a tervezés során, amiben nem feltétlenül akarok belemenni. Nem az árazásra gondolok, hanem a szakmai minőségben. És mondom, ott az a probléma, hogy utána velem takaróznak, holott valószínűleg nem látom az egészet, ja, mert természetesen a tervezői művezetésre arra meg nem kellenék, meg hát utólag szólnak, hogy ja, figyelj, hát a múlt héten bebetonoztuk a koszorút, és mondom, fotók vagy ilyesmik, hát az nincs. Na, hát és akkor írjam alá tervezőként, hogy rendben találtam mindent. Szóval nem. Én magánembereknek tervezek, és ott ki is járok tervezőművezetni. Egy másik podcastben mondtam pont, hogy egy tök jó kivitelezőnél a megrendelőm, én megterveztem, megrendelő talált egy kivitelező céget, nem ismertem korábban, tök normálisak egyébként, tök jó minőségben dolgoznak, minden, viszont az álmennyezetet azt felrögzítették műanyag dűvel le betonba. És akkor mondtam, hogy hát ennyi-bennyi, ezt akkor most úgy, ahogy van, lehet visszaszedni, illetve hát a rögzítéseket át kell rakni fémdűvelesre. És hát a kivitelező pattogott egy kicsit, mondta, hogy hát a rigipszesek ezt azt mondták, hogy jó a műanyag dűvel is. Hát én szépen hazamentem, ott van a rigipsznek a alkalmazás technikai útmutatója, mindenki által publikus, szigorúan tilos műanyag dűvel használata. Miről beszélünk akkor? Ma voltam kint egyébként, és furkálják át az álmennyezetnek a függesztését. Tehát azért mondom, hogy korrekt a kivitelező, megcsinálta, és meg is csinálja. Tehát nem fog a fejükre szakadni a megrendelőnek az egész. Szóval ezt nagyon-nagyon hiányolom a magyar jogszabályi környezetből, hogy nem lehet felelősséget hárítani az építészre, mert ők meg félnek attól, amit én tapasztalok, hogy fenyegetik őket, stb. És ezáltal ezt azért nagyon sok építész teljesen jogosan egyébként nem meri fölvállalni, vagy nem vállalja föl. A másik része azok az íróasztali építészek, akik Isten ments, hogy kimozduljanak az íróasztal mellől, és lássanak egy kicsit valóságban is a jó magyar valóságot építőipar szinten. Tehát itt azért van nagyon sok érve ellenérv. Az, hogy műszaki ellenőrzést rendeljünk minden egyes családi házhoz, az meg sajnos nagyon-nagyon megdrágítaná az építkezéseket, de egyébként én ezt tartanám egy jó megoldásnak. A műszaki ellenőr ugyanis szintén élete végéig felel ezekért a dolgokért, vagy hát meg lenne akkor szabva, hogy az előbb mondtam, egy 10 éves időtávlat, de akkor le kell adni egy e-naplóba, egy hatóság felé, hogy ez volt a ezek, ekkor ellenőriztem, ezeket a hibákat találtam, vagy egyebek. A magyarországi építőipari nívó, vagy szint, az nagyon-nagyon a békafeneke alatt van. És az a baj, hogy ezekkel küzdünk, de én is mit tudok most mondani ennél a két háznál is. Az egyiknél, ahol a födém is be van hajolva, meg egyebek, értelemszerűen azt mondtam a megrendelőnek, hogy eszébe ne jusson megvenni ezt az épületet, mert annyira szar. A másiknál ott direkt megkérdezték a kivitelezőt, hogy hát mit szó hozzá, hogy nem tett talajnedvesség elleni, talajpára elleni vízszigetést, hát az nem kell szerinte. És hát mondtam, hogy jó, hát akkor ezt is el kell engedni.
Én értem, hogy ez már a sokadik épület volt, amit néztünk, de olyan minőségi aljamunka van benne, 90 millióért, hogy egyszerűen nem. Tehát ez a millió fölötti négyzetméter áron ezt kapod, ez nagyon-nagyon szomorú. És ehhez elég volt, illetve hát ehhez kurva nagy szerencse kellett, mert a zuhanyzónál erre rálátásom volt azonnal, mit én 10x20-as résen keresztül. Ha le lett volna betonozva a zuhanyzó, akkor valószínű, hogy nem látom és nem találom meg. És akkor ilyenkor jön fel az, hogy hát oké, akkor mi van? Gyerekek, a talajnedvesség elleni szigetelés az egy alap dolog. Tehát az olyan, mint a levesben a só. Illetve hát ez hülye példa, mert a levesben a hiányzó sót azt érezni fogod, ahogy az első kanált megeszed. Tehát ez egy alaprecept, alap előírás, ami kötelező. Nem feltételezem, illetve hát én már feltételezem sajnos ennek a hiányát, mert nagyon sok ilyen házat láttam, de alapból úgy kellene hozzáállni, hogy ez megvan, mert kötelező. És ráadásul mondom, a kivitelező döngeti a mellét, hogy 25 éve kivitelez. A basszus, ha 25 éve így kivitelez, akkor nagyon sok szarházat épített már. Egy új építésű háznézésnél szoktam kérni, hogy a tervek mellé, ha lehet, építési fotókat is csatoljanak. Hát tegnap kaptam egy olyan házat, három új házat küldött át a érdeklődő, linkekkel, tervekkel és építési fotókkal. Basszus, kettőnél ugyanezeket a hibákat tapasztalom. Tehát, hogy a hőszigetelés nem lesz olyan vastag, a tartószerkezeti méretek nem megfelelőek, négyszeres ellentmondás van a dokumentációban, padlónak a hőszigetelése más van a rétegrendekben rajzilag, más van a rétegrendekben szövegileg, más van az építészműszaki leírásban, más van az energetikai számításban, tehát négy helyen a leadott egyszerű bejelentéses dokumentációban négy helyen négy fajta dolog van leírva. És akkor az építési fotók alapján lesz egyébként egy ötödik fajta verzió, és ezek már látszódnak a dokumentációból, meg az építési fotókból. És akkor ilyen durva dolog, hogy födémet azt kicserélték, az már eleve egy dolog, hogy az építész dokumentációban más szerepel, statikai műszaki leírásban más szerepel, mármint szerkezeti méretekben, meg szerkezeti kialakításban, a metszeti rajzokon megint más szerepel, és akkor adtak egy kiegészítő műszaki leírást, amiben más szerepel vasbetongerendás födém, amiről kurvára szó nincs az egész tervben sehol máshol, csak így szövegesen leírták. És akkor megkapom az építési fotókat, és hát mit ad Isten, elgerendás béléstestes födém, a két ikerház fél között van egy 590-es szélességű garázsrész, 590-en monóba, tehát nincsenek megduplázva a födémgerendák, be van rakva, mutatja a fotó, hogy ott van berakva egyedül. 80-as évek óta, tehát amikor kihozták ezt az elgerendás födémet, 540-nél már kötelező a duplázás. Tele van ilyenekkel, és akkor írtam egy oldal litániát az egészről, hogy miért szar ez az épület, amit ki sem menjünk megnézni, mert innentől kezdve tök fölösleges. Nagyon-nagyon-nagyon hiányolom azt, hogy legyen egy olyan szakmai supervisor egy-egy családi ház fölött, aki ezeket a kritikus dolgokat ellenőrzi, és vétójoga van, és bejelentési joga van valamiféle hatósági irányba. Tehát az, hogy 5 centi hőszigetelés van a padlóba, energetikailag nem felel meg az épület a mostani előírásoknak, tehát effektíve, ha most nagyon kisarkítjuk, nem kaphatna használatba vételi engedélyt. De erről a hatóságnak nem lesz tudomása, mert egyrésztről ők már teljesen készen látják az épületet, bár egyébként én látom teljesen készen is, hogy mennyi a hőszigetelés, mert szépen ki lehet számolni azért a métervastagságok alapján. De mindegy, ezt nem várom el egy építésügyi előadótól, de nem kaphatna használatba vételi engedélyt. És ha lenne egy ilyen szakmai felügyelet az egészen, ahol egy ilyen apró felületen valahová befutna ez az info, hogy gyerekek, ez el lett kurva, akkor a hatóság azt mondaná, hogy oké, akkor erre nem adjuk ki a használatba vételi engedélyt. És ez előfordul kétszer-háromszor, el fog terjedni a híre a vállalkozók körében, és oda fognak rá figyelni. Tudjátok, mennyit spórolt a vízszigetelős úriember? A vízszigetelős hiányos úriember?
80 négyzetméteren 5 centi szigetelés, most a lépésálló hőszigetelésnek centie mondjuk ilyen 300 forint, tehát 1500 forintot négyzetméterenként, 80 négyzetméteren 120 ezer forintot spórolt szemétládája azon, hogy 5 centi szigetést rakott az minimum 10 centi helyett, és 100 ezer forintot spórolt anyagban azon, hogy kihagyta a vízszigetelést. Ezek nem pótolhatók, de mégis a háromból már kettő el van adva, és egy másik utcába, egy pár utcával arrébb épít egy ikerházat. Mondom, ő 25 éve kivitelez. Hát gratulálok. Nekem meg lehet mérgezni a kutyámat, mert bemerek szólni, meg megmerem csinálni ezeket a podcasteket. Szükséges lenne azt a rohadt tervezői művezetést és az e-naplót kötelezően visszahozni. Ez, ha valamelyik politikai tótumfaktum hallgatja, akkor szükség lenne rá. És nem azért, mert macerás, meg nem azért, mert én kurvára szeretem ezeket töltögetni, egyébként így külsős emberként nem is lenne rá jogosultságom, de adjuk már meg a lehetőségét, és követeljük már meg ezeket a dolgokat. Próbáljuk meg megtisztítani egy kicsit ezt a rohadványos magyar építőipart az ilyen szemét kivitelezőktől. Mert ő fog X5-ös BMW-vel, meg Merci terepjáróval mászkálni, a megrendelő meg nyögi az 5 milliós felújítást majd pár év múlva, amikor azon csodálkozik, hogy minden jön föl, és minden ázik alulról, meg oldalról. Mondom, ezek nem hipotézisek, és nem mi van ha. Nagyon sok ilyen viszonylag új építésű házba járkálok, ahol ez a probléma. Ezek a tünetek, és amikor feltöretem az ajzatbetont, meg alatta a többi réteget, akkor kiderül, hogy igen, bazd meg, hiányzik a vízszigete, és meg nem rakták be 2008-ban, nem rakták be 2010-be. És most arra előjött a probléma. És lehet bontani akkor az ajzatbetont, a padlófűtést, az összes gépészeti és elektromos csövezést, ami a padlóban van, a hőszigetelést, a válaszfalakat, tehát kipucolni az egész épületet, utána a bitumenes vízszigetelés, gépészet és villanyszerelés vissza, hőszigetelés, padlófűtés vissza, ajzatbeton, és lehet újra burkolni. Kurva sok pénz, és időben is rettenetesen sok, hiszen a végső ajzatbetonnak van egy 6-7-es száradás ideje burkolás előtt. Rakjátok össze akkor, hogy érdemes-e. Sziasztok!